Az utolsó virágok is a helyükre kerülnek a tófürdő bejáratánál, még néhány simítás és május 30-án megnyitja kapuit a létesítmény. A vendégek a tavalyi jegyárakon vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait, amelyek a koronavírus járványhelyzet miatt idén korlátozottak. Nem üzemel majd a sokak által szívesen használt nyakzuhany, és a nyugágyak sem használhatóak még egy ideig. A tavalyi visszajelzések alapján szükség volt a mosdók bővítésére, ezt idén átmenetileg megoldották. Ez egy műemlék jellegű épület, és a vizes blokkoknak a piszoár, WC számok nem voltak megfelelőek, vagy egy szűkítették, tehát lehetett volna bővebb, és a befogadó képesség ez szükséges számban nagyobb. Ezért már tavaly eldöntöttük, hogy mivel az épületet nem lehet megbővíteni, mert műemlék jellegű, valamilyen mobil megoldást fogunk választani. Azt gondoltuk, hogy egy lényegében egy mobil konténer mosdót fogunk vásárolni, és ezt valahol tájba illeszkedően elhelyezzük, és szép faborkolattal ellátjuk. Az idei évben viszont a vírus miatt megállítottunk minden beruházásunkat. Célunk a munkahely megtartása volt, és nyilván a gazdasági helyzetünk miatt ezeket a beruházásokat hátrébb soroltuk. Viszont mivel a járványhelyzetben a távolságtartás miatt mégiscsak nagyon fontos, hogy megfelelő mosdószám rendelkezésre álljon, ezért most béreltünk egy ilyen mosdót. Hát ez nem egy szép látvány, nem a tófürdő hangulatába illeszkedik. Én a vendégek megértését kérem, ez az ebbe az évben ez egy ilyen speciális, a szívőre ez megtalálja a pontos helyét. Készfertőtlenítőket ezekben a konténermosdókban is elhelyeztek, és minden egységet, így a csúszdákat is fertőtlenítették. A tófürdő dolgozói oktatást kaptak a higiénés szabályok betartása és betartatása érdekében, ezért a vezetőség türelmet és együttműködést kér a vendégektől is. Ideiglenes házirend lépett életbe, amely az esetleges betegség önkontroll mellett más előírásokat is tartalmaz. A megfelelő távolságtartás, készfertőtlenítés, a medencéknek a használata előtt és utáni kötelező előzuhany, szaporos előzuhany előírása és betartatása. És hát talán ami a legfontosabb, és ami nyilván a vendégek megértését és türelmét kérjük, az pedig az, hogy egy létszámkorlát mellett tudjuk a vendégeket fogadni itt a tófürdőn és majd a partfürdő területén is. A tófürdő 20 négyzetméternyi szabad zöld felületet kell vendégenként biztosítanunk. Egyik oldalról, másik oldalról pedig a medencékben 4 négyzetméternyi vízfelületet. Ez azt jelenti, hogy az egyidejű befogadó képességünk, amelyből a napi befogadó képességünk is kiszámításra kerül, ez kevesebb, mint a tavalyi évben megszokott volt, ezért én már most kérem a megértését minden vendégünknek, hogy lehet, hogy előfordul az, hogy egy bizonyos létszám felett, fürdőzőszám fölött ki kell rakjuk a megtelt táblát. Annak ellenére, hogy esetleg még a kerítésen kívülről úgy tűnik, hogy hát még itt nyugodtan elférhetnénk, ezek a szabályok sajnos korlátoznak bennünket a tekintetbe. Ezekkel a szabályokkal május 30-án szombaton 9 órakor nyit a tófürdő, a tervek szerint június 6-án 9 órakor pedig a parkfürdő is. Ahogy az országos helyzet és a fürdőkre vonatkozó szabályok folyamatosan változnak, úgy várhatóan a jelenlegi védelmi intézkedések is enyhülni fognak a következő hetekben.